A méhek alapvetően nem agresszív állatok, a pollengyűjtő méhek általában csak akkor csípnek, ha rájuk lépünk, beléjük tenyerelünk, vagy egyéb módon bántjuk őket. A méh csípéskor nem csak mérget bocsát ki, hanem egy olyan feromont is, mely a közelben lévő többi méhet is figyelmezteti a veszélyhelyzetre, és támadó magatartást vált ki belőlük. Ha valaki méh csípésért, a legjobb, amit tehet, hogy arról a területről minél hamarabb távozik, és amit még tehet, és viszonylag gyorsan meg kell, hogy, vagy érdemes volna megtenni, hogyha teheti, és látja a fullánkját, azt távolítsa el, hiszen az még a későbbiekben is méreganyagot szivárog abból a szövetbe. Ott a helyi reakció kialakul, egy gyulladásos reakció, fel fog pirosodni, fel fog tömött tapintatóvá válik a terület. Ez gyakorlatilag egy fenisztilgéle, vagy egy antihisztaminnal, egy allergiás gyógyszerrel, helyi borogatással, fájdalomcsillapítóval érdemes kezelni. A méhcsípés helye kifejezetten fájdalmas lehet a balesetet követő néhány órában, de a viszketés és az érintett terület duzzanata akár egy hétig is elhúzódhat. Az emberek nagyjából 2%-a nagyon érzékenyen reagálhat a méhcsípésre, és az allergiás reakció akár úgynevezett anafilaxiás sokban is csúcsosodhat. Ilyen esetekben egy speciális toll segít. Ha a méhcsípés hatására a szokásosnál, kinek mi a szokásos persze, de egy jelentősen nagyobb területű bőrgyulladás alakul ki, vagy a méhcsípés mellett egyéb más tüneteket is észlelünk magunkon, allergiás, légszomb jellegű tünetet, de ez nem olyan drámai mégsem, hogy ez az online fulladást okozna, akkor azért mindenképpen érdemes volna a szakemberhez fordulni, és egy tesztet elvégezni, hogy érzékeny az ember a méhcsípésre vagy sem. Ha ez igazolódik, ez egy labortesztből igazolható. Ha ez igazolódik, akkor ezt az említett tollat, az azonnali reakcióhoz szükséges tollat érdemes magánál tartani, mert ez valóban életmentő lehet. Téves, hogy a méhcsípést kalciummal kell kezelni. Anafilaxia esetén a kalcium nem segít, sőt többet ártunk vele, hiszen néhány percre elfeledteti a tüneteket, így nem ismerjük fel időben az allergiás sokkot.